Sziasztok, Duhai Márti vagyok, az Értékelés Tuning alapítója, TripAdvisor specialista és a pozitív vendégértékelések szakértője. A mai napon még mindig a TripAdvisor irányító lesünk be, és a teljesítmény mutatókat fogjuk átvenni, hogy milyen jellegű statisztikákat biztosít számunkra a TripAdvisor, hogyha szolgáltatóként regisztráltunk a, a fiókban. A első körben, tehát ez két részből áll, az elsőben a saját profilunknak az ele elemzése látható, és emellett a, versenytársaknak a, a versenytársak elemzésére is lehet használni ezt a felületet. Ugye a saját profilunk szempontjából meg lehet nézni, hogy összességében milyen osztályozásunk van, tehát egytől ötig terjedő skálán, hány buborékra értékelték a átlagosan a vendégeink a, a szolgáltatásunkat? hanyadikak vagyunk éppen a rangsorban, hány képet tartalmaz a profilunk, és hogy hány. És ennek a megoszlása, hogy hány százalék a vezetőségtől és a látogatóktól származik. Összesen hány értékelésünk van fenn a profilunk és hogy profilunkon, és hogy ebből hányra érkezett vezetőségi válasz. Valamint egy következő szekcióban a, az oldalnak a látogatóit lehet, három szempontból szűrni az elmúlt két év, az elmúlt egy, egy év és az elmúlt három hónapnak a statisztikáit lehet lekérni itt kétféle kétfelé oszlanak a, a számok meg lehet nézni konkrétan hogy hány hányan nézték azt gépről és hányan mobiljukról a, a Tripadvisor fiók, fiókodat illetve a profilodat ezen kívül ugye szintén különböző időszakokra vonatkozóan meg lehet nézni, hogy az elmúlt három hónaphoz, elmúlt egy évhez és az elmúlt egy hónaphoz képest hogyan változott az oldal látogatóinak száma, hogyan változott a megtekintések száma a keresési találatok között, és hány új értékelés érkezett, hány új fényképet töltöttek fel, és hogy hogyan változott az összes megtekintésnek a, a, a száma, és ez mind százalékos formában. Ha átérünk a versenytársakra, akkor itt rögtön még ezen az oldalon látható, hogy, hogy láthatod, hogy azok, akik a te profilodat nézték, azok még melyik öt ö, versenytársadnak vagy szolgáltatónak a profilját nézték meg a tieden kívül. Ezek általában a konkurenciáid is, tehát így lehet konkurenciaként is tekinteni rájuk, illetve az egy nagyon jó betekintést nyújt arról, hogy, hogy veled Kit, kit, említenek egy lapon, vagy kire, kire keresnek még rajtad kívül. Hogy átmegyünk a versenytási adatokba, akkor pedig öt, rajtunk kívül öt versenytársnak a, a, teljesít, tehát a fiók teljesítményét lehet figyelni, lehet több listát is létrehozni, de gyakorlatilag én úgy gondolom, hogyha, ha ki, van válasz, válaszva jól ez a, ez a lista, ha csak ki nem esik bele, belőle valaki, vagy egyáltalán nem, tehát irreleváns Válik, akkor ezt a listát azért érdemes megtartani, már csak azért is tudjuk figyelni azt, hogy milyen teljesítményük van a versenytársainknak is. Ugye itt a különböző helyeknek a helyezéseit lehet elé, ö, megnézni, hogy különböző ö, minőségű értékelésekből hányat kaptak az elmúlt hónapban, illetve hogy állnak vele, hány vezetőségi válaszuk van, hány tulajdonosi és hány utazói fényképet töltöttek fel. Ezen kívül ugye meg lehet nézni szintén különböző időszaki lebontásban, hogy a teljesítmény időben hogy alakult a különböző versenytársaknál, hány értékelést kaptak, és azok pontosan milyen minőségű értékelések voltak, tehát egy ötig terjedő skálán hányas értékelést kaptak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez már, és mindez gyakorlatilag ingyenesen hozzáférhető. Öm, azt gondolom, hogy ez első körben egy nagyon jó betekintést nyújt arra vonatkozóan, hogy hogyan teljesít a fiókunk, viszont hogyha előfizetsz, illetve hirdetést teszel közzé, Akár már akkor is, hogyha a storyboardodat emeled ki, amit az előző videóban már említettem, akkor egy sokkal részletesebb adatbázist, illetve hirdetési statisztikáit, látogatói statisztikát kapsz, hogyha erre vágysz, akkor nyilván ez fizetés ellenében lehetséges, amiből az előző videóban már beszéltem. Ha bármilyen kérdésetek lenne, itt a komment szekcióban, vagy a TripAdvisor szerítítők Facebook zárt csoportjában Várom őket, nagyon szívesen válaszolok rá, rájuk, és bármilyen észrevételetek van a videókkal kapcsolatban, azokat is nagyon szívesen várom. Hogyha új témákat szeretnétek boncolgattatni velem, amit még eddig nem tettem meg, ezeket a témajavaslatokat is nagyon szívesen fogadom. Addig is legyen pozitív értékelésekben gazdag a napotok, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!